következő mesét Ékes Ákos küldi neked a KNH gyógyvarázs mesedoktorok programon keresztül. Gyógyulj meg minél előbb. Kacor király. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy özvegyasszony, s annak egy macskája. Nagy macska volt már, de éppen olyan nyalánk volt, mintha kis macska lett volna. Egy reggel is mind felnyalta a lábasból a tejet. Megharagudott az özvegyasszony, jól megverte, és elkergette a háztól. A macska elbújdosott a falu végére, s ott nagy szomorúan leült a híd mellé. A híd végén ült egy róka is, lógatta a lompos farkát. Meglátja azt a macska, neki, neki futott, s játszadozni kezd a róka farkával. A róka felied, megugrik, és megfordul. A macska is megijed hátrás, felborzolja magát. Így nézték egymást egy darabig. A róka sohasem látott macskát, a macska sohasem látott rókát. Mindegyik félt, de egyik sem tudta, hogy mit csináljon. Végül a róka szólalt meg. Ugyanha meg sem sérteném, nem mondaná meg az úr, hogy miféle nemzetség? Én vagyok a Kacor király. Kacor király. Soha hírét nem hallottam. Pedig bizony hallhattad volna. Minden állatot meg tudok regulázni, olyan nagy a hatalmam. Megszeppen a róka, s nagy alázatosan kérte a macskát, hogy legyen vendége egy kis csirkehúsra. Mint hogy már dél felé járt az idő, és a macska nagyon ehetnék volt, nem várt két meghívást. Elindultak hát a róka barlangjába. A macska hamar betalálta magát a nagy uraságba, és örvendett, hogy a róka olyan tisztelettel szolgálja, mintha valóságos király volna. Urasan is viselkedett, keveset szólott, és sokat evett. Ebéd után álomra dőlt, és azt parancsolta a rókának, ügyeljen, hogy senki se háborgassa, amíg alszik. A róka kiállott a barlang szájához strázsálni. Hát éppen akkor ment el ott a kis nyúl. Hallod-e te kis nyúl? Itt ne járj, mert az én uram, a kacorkirály, király alszik. Ha ki jö, majd nem tudod merre szaladj, olyan nagy a hatalma, minden állatot megreguláz ő. Megijedt a kis nyúl, szép lassan elkotródott, és egy tisztáson lekuporodva azon gondolkozott. Ki lehet az a kacorkirály? király? Soha hírét nem hallottam arra bódorgott egy medve is. Kérdi tőle a nyúl, hová megyen? Járok egyet, mert nagyon unatkozom. Jaj, erre ne járj, mert a róka azt mondta, hogy az ő ura, a kacsor király alszik, s ha ki majd nem tudod, merre szaladj. Minden állatot megreguláz olyan nagy a hatalma. Kacor király, soha nem hallottam a hírét. Már csak azért is arra megyek, legalább meglátom, milyen az a kacor király. El is indult a medve a róka barlangja felé. Hallod-e, te medve? kiált rá a strázsa. Itt ne járj, mert az én uram, a kacor király alszik, és ha kijő, nem tudod, merre szaladj. Minden állatot megreguláz, olyan nagy a hatalma. Erre a medvének inába szállt a bátorsága. Szó nélkül megfordult, és visszatért a kis nyúlhoz. Ott találta a kis nyulat, a farkast és a valjut is. Panaszolták, hogy ők is éppen úgy jártak. Ki lehet az a kacor király? Soha hírét nem hallottuk, mondták mindannyian, és mindazon tanakodtak, mit csináljanak, hogy megláthassák. Abban állapodtak meg, hogy meghívják ebédre a rókával együtt. Mindjárt el is küldték a varjut, meghívni a vendégeket. Mikor a róka meglátta a varjut, nagy méreggel kifutott, s összeszitta, hogy megint alkalmatlankodik. Eltakarodj innen! Nem megmondtam már? Az én uram a kacor király, ha kijő, majd nem tudod, merre szaladj. Minden állatot megreguláz, olyan nagy a hatalma. Tudom, nagyon jól tudom, nem is magam jó szántából jöttem ide, hanem a medve a farkas és a nyúl küldött, hogy meghívjalak benneteket hozzájuk ebédre. Az már más. Várj egy kicsit. Ezzel bement a róka megjelenteni a dolgot a kacor királynak. Kisvártatva ki is jött, tudatára adta a varjúnak, hogy a király szívesen fogadja a meghívást, elmennek az ebédre, csak tudják hová. Eljövök én holnap értetek, s elvezetlek a jó hírre, a medve, a farkas, a nyúl ugyancsak felütötte a laci konyhájukat. A kis nyulat megtették szakácsnak, mert kurta farka van, s így nem könnyen égeti meg magát. A medve fát és vadakat hordott a konyhára. A farkas asztal terített, és pecsenyét forgatott. Mikor kész volt már az ebéd, a varjú elindult a vendégekért egyik fáról másikra szállott, de nem mert leszállni, hanem csak a fán maradt, onnan szólongatta a rókát. Várj egy kicsit, mindjárt készen leszünk, mondta a róka, csak még a bajszát pödri ki az én felséges uram. És csak ugyan, végre kijön a kacor király is? Lassan, s nagy méltósággal lépdelt elől, de a varjút szemmel tartotta, mert félt tőle. A varjú is szépegett, csak fél szemmel mert rátekinteni. Egyik fáról a másikra szögdécselt, úgy vezette őket. A medve, a farkas és a nyúl nagy várakozásban volt, mind azt mondották, vajon milyen lehet az a kacor király? Kikinéztek az útra, ahonnan a vendégeket várták ott jön, ott jön. Ja, Istenem, merre fussak, kiáltotta a kis nyúl, és ilyetében nekifutott a tűznek. Megpörkölte magát, és ettől olyan bátor lett, hogy fordultában belékapott a farkas képébe, jól végigkarmolta. A farkas azt hitte, hogy ez csak a medve tehette, és ezért jó képen teremtette a medvét. A medve a kis nyúlnak akarta továbbadni az ütést, de a kacor király találta el, aki éppen akkor ért oda. Mikor látta a medve, hogy a fenséges kacsor királyt ütötte meg, úgy megrémült, hogy nyaka közé szedte a lábát. A kacsor király meg attól meg, hogy így nyakon teremtették. Úsgyi ő is futóra. Elröppent ilyettében a varjú is. Még most is mennek, ha meg nem álltak.